Üdvözlöm Önöket, ez a Világhíradó, az ATV-n Tóth Géza vagyok. Sorozatban zárják be az iskolákat és a reptereket az európai országok, és több helyütt is rendkívüli intézkedéseket vezettek be a koronavírus járvány miatt. 827-en meghaltak és 12.462-en fertőzöttek meg a koronavírussal Olaszországban. Dániában 514 embert diagnosztizáltak a fertőzéssel. Az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan is világjárványnak nyilvánította a betegséget. Kihalt a római repülőtér, miután az olaszok inkább otthon maradnak, a legtöbb külföldi ország pedig beszüntette az olaszországi járatokat. Az egyik fővárosi repülőteret lezárják. A vírus terjedése miatt az itáliai turizmus drasztikusan visszaesett. A kormány arra kéri az olaszokat, hogy az országos karantén részeként maradjanak otthon, és a nem nélkülözhetetlen utazásaikat halasszák el április 3-a utára, így lelassíthatják a vírus terjedését. Amerika is utazási tilalmat rendelt el, péntektől számítva 30 napig, nem csak Olaszországra, hanem egész Európára, a briteket és az íreket leszámítva. Az időben meghozott radikális intézkedéseknek köszönhetően sokkal kevesebb eset lesz az Egyesült Államokban, mint ahogyan most látjuk Európában. Az Európai Unió hibázott és nem hozta meg ezeket az intézkedéseket időben, Kína és a többi vírussal fertőzött országgal szemben, magyarázta a döntését az amerikai elnök. Arra kérte az amerikaiakat, hogy maradjanak otthon, ha rosszul érzik magukat, és ne féljenek. Az Európai Unió ellenzi, hogy az Egyesült Államok a többi országgal való konzultáció nélkül vezetett be tilalmat. A koronavírus egy globális vészhelyzet, nem korlátozódik egy kontinensre, ezért együttműködésre van szükség, nem pedig önálló akciókra, közvetítette az unió álláspontját az Európai Bizottság szóvivője. Izrael megemeli a koronavírus elleni harcra fordított támogatási összeget a költségvetésből. Elsőbséget élvez az egészségügy, 1 milliárd sékel értékben növeljük a gyógyszerkészletet, és készítjük fel a kórházainkat arra, hogy nagy tömegeket tudjanak ellátni, és az orvosi csapatokat is támogatjuk. Foglalt össze az intézkedéseket a miniszterelnök. Sri Lanka minden iskolát bezár, hogy megelőzze a szülők és gyermekek pánikolását. Dániában is minden iskolát és egyetemet lezárnak, a 100 fő feletti rendezvényeket pedig betiltják. Évek óta nem látott mértékben zuhant be az ázsiai tőzsde a koronavírus következtében. Az Egyesült Államok és Ausztrália is gazdasági mentőcsomaggal készül a recesszióra. A turizmus világméretekben visszaesett. Bezuhant az ázsiai tőzsde, hirtelen esett az olajára csütörtökön, miután Donald Trump bejelentette, hogy beutazási tilalmat rendelnek el az európai országokra a koronavírus miatt. A turizmuson alapuló Thaiföld tőzsdéje 11%-ot esett a koronavírus terjedése miatt az országban, ami 2006. decembere óta a legnagyobb zuhanást jelenti. Dél-Korea, Japán, Indonézia és Hongkong gazdasága is visszaesett. Mintegy 11,5 milliárd dollár értékben pumpál pénzt a gazdaságba az ausztrál kormány, hogy megelőzze a koronavírus miatt fenyegető recessziót. A 2008-as válság óta ez a legnagyobb gazdaságélénkítő csomag, amit az országban elfogadtak. A tervünknek 3 célja van. Először is, hogy megőrizzük az ausztrálok egészségét. Második, hogy biztosítsuk az ausztrálok munkáját és megélhetését. Harmadszor pedig, hogy Ausztrália felálljon és erősebb legyen, mint amilyen a krízis előtt volt, mondta az ausztrál miniszterelnök. Az amerikai elnök bejelentette, hogy gazdasági akciótervet készítenek elő, hogy a koronavírussal érintett szektorokban is megmaradjon a pénzlikviditás. A kisvállalkozói hivatala lehető leghamarabb gazdasági hiteleket nyújt az érintett államoknak és területeknek. Az ilyen alacsony kamatozású hitelek segítik a kisvállalkozókat abban, hogy túllendüljenek a károkon, amiket a vírus okoz. A kongresszust arra kérem, hogy támogassa ezt a programot további 50 milliárd dollárral, mondta üzenetében az elnök. A koronavírus világmértékben érzékelteti hatását a gazdaságban is. A turizmus globálisan visszaesett, a korábban népszerű helyek most üresen állnak. Alaposan felforgatta a koronavírus terjedése az emberek hétköznapjait. A járvány miatt nem csak a turizmus és a gazdaság került veszélybe, hanem a szabadidős tevékenységek is. Világszerte több sporteseményt zárt ajtók mögött tartanak vagy lemondanak, és sorra zárnak be a kulturális intézmények is. Üres lelátók előtt győzte le 2-1-re a Köln szerdán a Borussia Mönchengladbach. Ez volt a Bundesliga első olyan meccse, amit a koronavírus járvány miatt nézők nélkül tartottak.
A bajnokok ligájában a címvédő Liverpoolt viszont szurkolók előtt ejtette ki az Atlético Madrid. A foci az a drukkerek is kellenek, nem lehet nélkülük játszani, mert oda a hangulat. Ez megöli a csapatokat, főleg az alacsonyabb osztályokban. A stadionok lezárása helyett inkább halasszák el, vagy szervezzék újra a meccseket, mondta egy szurkoló. A Paris Saint-Germain viszont zárt kapuk mögött verte 2-0-ra a Borussia Dortmundot, miután idegenben 2-1-re kikapott. A stadionnál 3000 szurkoló gyűlt össze. Bár a hatóságok megtiltották az 1000 fősnél nagyobb rendezvényeket, ez demonstrációnak számított, ami kivételt jelent. Azért jöttünk, hogy támogassuk a pályára lépőket és Párizst. Remélem hallanak minket odabentről is. Gondoskodunk róla, hogy meghallják a hangunk, lehet járvány vagy bármi egyéb, mondta egy drukker. A csapat vezetőedzője örült a győzelemnek, de elismerte, fura volt nézők nélkül játszani. Az ellenfél egyik csatára is azt mondta, hiányoztak neki a szurkolóik. Közben szerdán az NBA-ben játszó Golden State Warriors még úgy tudta, hogy ma pályára léphet a Brooklyn Nets ellen. Amikor megtudtuk, hogy nézők nélkül játszunk, nem tudtuk, mire számítsunk. Régóta játszom a ligában, de még soha nem voltunk ilyen helyzetben. Furcsa lesz, mondta egy játékos, aki előtte 3 meccset hagyott ki influenza miatt. Végül az NBA egész idei szezonját elhalasztották, miután a Utah Jazz egyik játékosának tesztje pozitív lett. Kanadában pedig törölték a műkorcsolya és jégtánc világbajnokságot. Madridban mától nem nyithatnak ki az állami fenntartású múzeumok. Jó döntés, mert a vírus terjed és nagy zárt helyeken a legnagyobb a fertőzés kockázata. Sok turista jön különböző helyekről, és a kor így terjed országról országra. Orvosként jobban hiszek a megelőzésben, mint a kezelésben, mondta egy ott élő kolumbiai. Olaszország után Spanyolország az egyik legjobban fertőzött európai állam. A halálos áldozatok többségének megbetegedését korábban Madridban jelentették. A fővárosban 15 napra bezárták az iskolákat és megtiltották a nagyobb rendezvényeket. Zavargások voltak Chile fővárosában szerdán az ország demokratikus átalakulásának 30. évfordulóján. A belvárosban tüntetők kövekkel dobálták a rendőröket, akik könnygázt vetettek be. Délelőtt az elnök azt mondta, tanulni kell az elmúlt 30 évből és az elmúlt 5 hónapból. Utóbbival az október óta tartó tüntetésekre célzott. Ezeket a tömegközlekedési jegyárak tervezett emelése váltotta ki. Résztvevői pedig már nyugdíjemelést, jobb egészségügyet és oktatást követelnek. Az ellenzéki vezetők bojkottálták az állami ünnepségeket, amely szerintük helytelen olyan időben, amikor a rendőrség ismét brutálisan lép fel a demonstrálókkal szemben. Nagy felháborodást váltott ki egy testkamera felvétel, amin egy 69 éves tüntetőt vasárnap úgy megvertek, hogy 14 öltéssel kellett összevarni a fejét. Keményen bírálta Harvey Weinstein ügyvédje a bukott filmmagúra szerdán kiszabott 23 évnyi börtönbüntetést. A volt producert 2,5 hete találták bűnösnek abban, hogy 2006-ban szexuális támadást intézett egyik munkatársa ellen, 2013-ban pedig megerőszakolt egy színésznő jelöltet. Felmentették viszont a legsúlyosabb vádpont alól, hogy szexuális ragadozóként erőszakot követett el egy színésznőn, amiért életfogytiglani börtön járt volna. Hiába kérték Harvey Weinstein ügyvédjei a védencük bűnére kiszabható legkisebb 5 éves börtönt. Szerintük figyelembe kellett volna venni ügyfelük jótékonykodását, és hogy 67 évesen már nem éri meg egy hosszabb büntetés végét. A bíróság végül 23 évnyi börtönt szabott ki rá. A bíró üzenetet küldött minden lehetséges szexuális bűnelkövetőnek, hogy a tetteiknek ilyen következménye lehet. Komolyan vette az ügyet, ahogy szerintünk tennie kellett. Hálásak vagyunk, mondta a manhattani kerületi ügyész. A volt producert 100-nál is több nő, köztük hírességek vádolták meg szexuális bűncselekményekkel, amelyeket az elmúlt évtizedekben követett el. Két ügyben február végén találták bűnösnek. Szívpanaszai miatt kórházba került, egy hete vitték át egy börtönszigetre. Vannak gyilkosok, akik hamarabb szabadulhatnak, mint ügyfelem. Azért kapott ilyen sok évnyi börtönt, mert a bíró és az esküdtszék gyáván engedett a közvélemény nyomásának, mondta Weinstein egyik védője. Az ügyvéd undorítónak nevezte az ítéletet. Erre Weinsteint megvádoló színésznők egyike azt írta neki a Twitteren, hogy ő az undorító, és fogja be, mert védence azt kapta, amit megérdemelt. Rajta kívül más hírességek is méltatták a bíróság döntését a mikroblogon.
És ezek voltak a világhíradó hírei mára. Nézzenek minket, tartsanak velünk a folytatásban, és köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!